Azt hiszem, a nézők már megszokhatták azt, hogy néhány percet, vagy akár 10 percet is megnézhetnek bizonyos pszichológiai, mentálhigiénés témákról, ami mostanában foglalkoztathatja, vagy foglalkoztatja a nézőket és az embereket. Most az érzelmi intelligenciáról fogunk beszélgetni. Ez azért sok mindenkinek nem mond túl sokat, de reméljük, hogy ma Körei László segít nekünk, és megmutatja, hogy mit is jelent ez. Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket és érdeklődőket. Valóban az érzelmi intelligencia az egy kulcs terület, vagy kulcs kompetencia a mai világunkban. Szoktuk mondani, hogy a 21. századi postindustriális világban, ahol a szolgáltatások, illetve az informatikai eszközök sokszor már pótolják az embert, pótolják a humán tényezőt a robotizáció időszakában, felértékelődik, vagy újraértékelődik ez a terület. Ez alapvetően a pedagógia és a pszichológia határán helyezkedő az érzelmi intelligencia. Legtöbbet az iskolában szoktak róla beszélni. De én azt gondolom, hogy egy közlésben, egy kommunikációban, egy megszólításban, vagy akár az egymáshoz való viszonyunkban tetten érhető gyakorlatban. Mit is jelent ez? Az érzelmi intelligencia az a képesség, hogy tudunk megfelelően bánni az érzelmeinkkel, és el tudjuk érni úgy a szándékainkat, hogy közben ne bántsuk meg, ne változtassunk meg másokat. Valahogy ezt is jelenti. Azt is jelenti, számos felosztás, vagy több területe van. Ilyen például a önismeret, az önkontroll, a szociális készségek, illetve az empátia. Ez a legfontosabb néhány területe a sok közül az érzelmi intelligenciának, amelyek szükségesek ahhoz, hogy emberhez méltó, emberi együttműködésben legyünk részt szervezetben, társadalomban és személyközi viszonyokban. Megfelelően tudjunk kérdezni, megfelelően tudjunk érvelni, úgyhogy fogadjuk el a más véleményt, fogadjuk el azt, hogy másnak is vannak más véleményeik anélkül, hogy mi megsértődnénk ezáltal, hiszen ez egy természetes dolog a világban. Ha jól értelmezem, akkor ez tanulható és tanulni is kell? Nézőpontom szerint igen. Ez egy fejleszthető, inkább így fogalmaznék. Ugye itt szokták mondani, hogy az IQ alkonyáról beszélhetünk, és az EQ újjászületésről. Ugye Bagdi Emőke professzor asszony szokta mondani a Phoenix effektussal, hogy újjászületünk. Igen, újra kell értelmezni sokszor önmagunkat, hiszen ott tartunk, hogy bizonyos helyzetekben az érzelmi fogyatékkal élés is kimutatható a gyerekeknél már kisiskolás korban. Tehát nem tudnak egy konfliktus megfelelően kezelni. Minden más véleményt személyes sértésnek vesznek, és ezt én tapasztalom civilizált felnőttek viselkedésében is. Nekem nagyon sok olyan kliensem van, aki pusztán attribúciós hiba miatt keres fel. Rájövünk, hogy ez attribúciós hiba, hogy nincs valódi konfliktusa a munkatársaival, vagy a beosztottjaival, vagy a feletteseivel, hanem a meg nem értés, vagy a meg nem hallgatás, vagy a beleérző képességnek a hiánya okoz közöttük hát szakadékokat, vagy elakadásokat. Én nagyon nagy híve vagyok a szókratészi elveknek. Ugye hát szokták mondani a tudományban, hogy Szókratész volt talán az első kócs a világban, aki meghallgatta az embereket, aki kérdezett az emberektől, és ugye mindig az irányít, aki kérdez. Tehát a megfelelő kérdéskultúra, a megfelelő és hatékony, empatikus kommunikáció lehet szerintem a kulcs arra, hogy hogyan értsük meg egymást, hogyan próbáljunk meg átkeretezni dolgokat, hogyan tudjuk a másik szemüvegével, élethelyzetével szemlélni az életet. És ezt én is tanultam. Tanítok ugye középiskolában, felsőoktatásban, és most itt orvosok, egészségügyi dolgozók között is dolgozom, tehát számos szintéren, életterepen vagyok jelen. Ez folyamatosan bővülhet, tanulódik, és nekem is van mit ezen mindig csiszolni, mikor átkerülök egy teljesen másik helyzetbe szakemberként, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak ez egy tanulható, fejleszthető folyamat. Őszintén kell a dolgokról beszélni, fel kell ismerni a hibáinkat, az elakadásainkat,
És talán ez a túlzott individualizáció, amit hozott ez a globális világ, meg ez a nagy liberalizáció, az megállásra, újraértelmezésre kell, hogy az egyént sarkalja, és ezt minden nap meg kell tennünk. Változott az érzelmi intelligencia az elmúlt mondjuk 20 évben? Tehát most arra gondolok éppen, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése, a robotizáció, az internet ugye napi szinten, nem csak napi szinten használta, hanem bármelyik pillanatban, ez sokat változtatott? Azt gondolom, hogy változott, és a leginkább tetten érhető módon a közlésmódban. Mondok egy példát. Felsőoktatásban van olyan hallgató, aki elküld nekem egy beadandó dolgozatot. A többsége nagyon rendben, formailag, tartalmilag küldi. Nálam nagyon fontos, hogy az első belépő az a forma. A forma az első ránézésre még egy kezdetben fontosabb is, mint a tartalom. Tehát amikor kapok egy megszólítást, kapok egy címzés, az már egy érzelmileg intelligens közlés. Hogy tisztelt tanár úr, vagy kedves Körei László, vagy tisztelt doktorandusz, hát van olyan helyzet, amikor erről nem is reménykedhetek, hanem jó napot, csatolva küldöm, viszlát, ilyen tartalmú e-maileket is kapok, és akkor úgy megharagszom, akkor úgy visszaírok, akkor úgy nevelek is egy kicsit, és szerintem ez a családi szocializációban dől el, mert egy anyának, apának a gyermekét meg kell tanítani a társadalmi kommunikációra, hogy hogyan reagál, hogyan válaszol, egy hivatalos személynek hogyan ér. Ezek fontos dolgok. Ezek nem kötelezően kipipálandó körök, ezek a társadalmi státuszból adódó érintkezésünknek a legintelligensebb formái. Én ezt tanítom több generációnak, hallgatóimnak, én magam is így szocializálódtam, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk a társadalmi helyünket ennek megfelelően. Nyilván, hogyha egy munkafolyamatban már hosszú ideig együtt dolgozunk, akkor félszavakból értjük egymást, de kezdetben a forma az egy nagyon fontos belépő a továbbengedésben. A viszontválasz nem lehet olyan ormótlan sokszor, ami jön. Fel kell hívni a figyelmet, hogy ez egy szerepnek is szól, és ugye itt nem a hierarchia, de hogyha az ember rendelkezik egy olyan többlet tudással, pusztán a tiszteletet nem kapja meg szenioritás alapon, hogy idősebb 15-20 évvel. Nekem valamit nagyon le kell tennem az asztalra kompetenciában, hogy tiszteljenek, és hál' Istennek én ezt tapasztalom is. Tehát adnunk kell valamit ahhoz, hogy kapjunk, ma már ez így valósul meg, és a diákok, a hallgatók, a fiatalok, akik az online világban szocializálódtak, ők ugye úgy nevezzük őket, hogy digitális benszülöttek. Én még digitális bevándorló vagyok életkoromnál fogva, én megtanultam ezeket az eszközöket, és én jobban hiszek a humán interakció erejében és lényegében. Ők a mostani 10-20 évesek jelentős része az online térben szocializálódott. Itt is kommunikál, és itt sokszor látjuk ezt az SMS nyelvet, meg a chat nyelvet, hogy naon, meg szercsi, meg szülcsi napcsi, meg szalcsi afcsi, amihez már lassan értelmező kézi szótár kell. Bizony ezek nem az érzelmi intelligencia magas szintjét kifejező szavak, de a kortárs csoport így nagyon jól megérti egymást. Nekünk a fontos szakembereknek fontos feladatunk a tudatosítás. Ugye ez nem megy a külső rendszerben, ez nem megy a hivatali ügyintézésben, ez nem megy egy okmányirodában, ez nem egy sikersztori egy állásinterjúnál, hanem egy kerülendő dolog. Amikor ott vagy egy millióben és bejutottál, az egy másik dolog, hogy ott mennyire formalizáltak vagy informalizáltak a viszonyok, de az érzelmi intelligencia az mindig egy adekvát szituációtól függő helyzetet is eredményez, tanulható, fejleszthető, érzékenyíthető. Ugye a kompetenciának három nagy területe van, mindig el szoktam mondani, az egyik a tudás vagy ismeret, a második a képesség és a készség, a harmadik pedig az attitűd. Nekünk fejlesztő szakembereknek az attitűdben van a legnagyobb szerepünk, vagyis a hozzáállásban, a rálátásban, hogy erre felhívjuk a figyelmet, és ezt nem szabad megspórolni. Már az, hogy hogy megyek be egy boltba, hogyan nyitom az ajtót, hogyan beszélek az eladóval, az is egy érzelmi intelligenciáról árulkodik. Idejövök, követelőzök, már most azonnal rögtön csak nekem, ami egoizmusból fakad, vagy pedig szolidáris és empatikus vagyok, hogy mások is vannak ebben a világban. Van mit tanulnunk még.